Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok és rengeteget beszélek, például most is. Hello und welcome! Itt vagyok ám, ne aggódj, már kapom itt az üzeneteket, hogy de hova tűntem? Na, majd a videó végén elmondom, hogy hova tűntem, de gyorsan előbb a Mit olvastam a héten című rovatunk következzen, jó? Olvastam. Az első, amit már vagy itt, vagy az Instagramon mutattam nektek, Duba Gábor Szabadon foglak című könyve. A Gábort ismerem személyesen, és nagyon kíváncsi voltam erre a kötetre. Annyit tudok róla, hogy egy nagyon, nagyon mélyen gondolkodó, szép lelkű pasasról van szó, és nem csalódtam ebben a kötetben sem. Kicsit mást vártam és mást kaptam, de ehhez képest azt kell mondanom, hogy ez végre egy minőségi olvasás volt. Saciról szól, egy 18 éves lányról, aki hirtelen felnő és keresi önmagát. Megkeresi a helyét a világban. És hát természetesen ő is belecsúszik ebbe meg abba. Főként a szexualitás az, amivel neki meg kell ismerkednie, amit meg kell tanulnia, az emberi kommunikációt meg kell tanulnia, a szüleivel való kapcsolata is átalakul, és hát találkozik ő is a drogokkal, meg az alkohollal. Nagyon szépen írja le egyébként Gábor ezeket, amikor Saci találkozik egy-egy emberrel, és hogyan nyílik ki a lelke egy másik emberi lényre. Szórakoztató a könyv. Akinek van egy kicsi problémája a szabad szájú szexualitással, az lehet, hogy majd húzza a szemöldökét, mert ebben azért részletesen leírta Gábor egy-egy aktust. De közben meg nagyon szép, azt gondolom. Egyrészt a 17-18 éveseknek én már tudnám ajánlani, másrészt azoknak a felnőtteknek is, akiknek egy kicsit kimaradt, vagy valami probléma volt ott a 17-18 éves koruk környékén. Most pont ide süt a nap, ilyen furi fények vannak, nem baj. És a hangom is még mindig ilyen. Szóval, Duba Gábor, Szabadon foglak. Tessék elolvasni. Azt hiszem, hogy ilyen Bookline-on itt-ottam ott még biztos hozzá lehet jutni. Én egy honnan? A Váci Antikváriumból zsákmányoltam. A következő olvasásom, hát ez nem volt annyira felemelő, Michael Cunningham és a jellegzetes napok. Michael Cunningham, akit leginkább az Órák című film, szóval Michael Cunningham, akit leginkább az Órák című film kapcsán lehet ismerni, hiszen ő írta a regényt, az Órákat, és azért Pulitzer díjat is kapott. Hát már az se volt egy ilyen csupa móka kacagás történet, ez meg most azt a kifejezést használják a fiatalok, hogy lehoz az életről. Hát figyelj, ha van szomorú, szomorú regény, akkor ez az. Sőt, itt három kis regény szerepel ebben a kötetben. Az egyik a múltban játszódik, a második a jelenben, a harmadik pedig egy ilyen fiktív jövőt fest le nekünk, és tök őszinte vagyok, a harmadikat nem tudtam végigolvasni, mert ott én már elvesztettem a fonalat. Azt hiszem, hogy az első a legerősebb, ott egy 12 éves fiú próbálja feldolgozni a bátyja halálát, meg próbálja átvenni azt a helyet, próbál egyáltalán felnőtt férfiként jelen lenni, hiszen ott a családban is vannak problémák. Eretvágó történet. Szóval, hogy nagyon szomorú volt. Azt hiszem, hogy ezt rosszkor vettem le a polcról, mert nyáron nem ilyeneket kell olvasni. De majd erről is szeretnék egy picit beszélgetni, erről a bizonyos nyári olvasási válságról, amit itt sokan emlegetnek. Michael Cunningham és a jellegzetes napok, azoknak, akik bírják a mély drámákat. Aztán, hát, biztosra mentem, Forró Pál és a szenvedély, illetve a megölt szerelem, erről csak két mondatot mondok, azt kaptam, amit vártam, semmi mély veretes gondolatok, könnyed volt, szórakoztató volt, tisztességgel meg lett ez írva. Szokom Forró Pált, most már sokadik könyvét olvasom, nekem még mindig
Az elején picit nehézkes az, hogy ugye ez is 1932-es talán, hogy azzal a helyesírással, azzal a nyelvezettel írták, és hát, hogy akkoriban ilyen nagyon vastag papírra nyomták a könyveket, és nehéz olvasni, de ennek köszönhető, hogy ez még mindig könyv, pedig még csak nem is kemény borítással készült, és egyben van, és rendben van. És akkor a negyedik, ami, hát ez nem regény, de egy könyvszekéren találtam, és megtetszett, és azóta olvasgatom, az olvasás anatómiája, szociológiai tanulmányok. Lehet, hogy erről egy külön videót lenne érdemes készíteni, 78-ban jelent meg. Azt hiszem, nem, 82-ben jelent meg, de 78-as adatokat tartalmaz. És nagyon izgi lenne ezt így átnézni, hogy az elmúlt mondjuk 45, akár 45 évben mennyit változtak a magyarok olvasási szokásai, mert itt ilyen grafikonokkal, táblázatokkal, listákkal, kik voltak akkor a legnépszerűbb hazai szerzők, nézd meg, és nem csak hazai, hanem nemzetközi is. Például egy ilyen, már hogy aki szereti az adatokat, hogy 1978-ban a 20 év fölötti olvasók között a legnépszerűbb 25 szerző. Gyorsan ledarálom csak: az első Jókai, a második Berkesi, a harmadik Szilvási, a negyedik Dallos, az ötödik Dumas, tehát Dumas volt a legnépszerűbb külföldi szerző akkor. Aztán jön Gárdonyi, Moldova, Móricz, Mikszáth, Serié, Hemingway, Rejtő, Szabó László, Szabó Magda, Jules Verne, Cooper, Morávia, Pasut, Tolstoy, Benedek István, Charlotte Bronté, Cusack, Gál György Sándor, illetve a 24. helyen Joseph Heller, a 25. pedig Németh László volt. 1978-ban nagyon izgalmas volt számomra ez a kötet, hogy külön lebont, vagy az egyetemisták, itt úgy írja, hogy az értelmiség mit olvasott, és a munkásosztály mit olvasott. Az egyetemisták mit olvasnak a gyerekek számára, meg nem azt mondtam, hogy ki a legnépszerűbb, de hát ez leginkább azon múlt már akkor is, hogy a szülő mit adott a kezükbe, gyanítom. Szóval ez egy izgalmas kötet, ha valahol antikváriumban hozzájutsz, és téged érdekel az olvasás anatómiája, akkor ajánlom ezt a figyelmetbe. Gondolatkiadó adta ki 82-ben, és Kamarás István volt a szerkesztője, illetve Hajdú Ráfis Gábor. És akkor beszéljünk már kicsit erről az olvasási válságról, mert többen írogattok az Instagramon, hogy hát Tamás, én most nem tudok olvasni, meg olvasási válságom van. Hát hogy ez a kifejezés? Tudom, létezik ez a kifejezés, de ez megint az én véleményem, hogy szerintem ez nettó hülyeség. Nyár van, nem tudom, föltűnt-e. Nyáron a nyár, ez a hőség, ez igénybe veszi az idegrendszerünket, megterheli az idegrendszerünket. Az ingereink letompulnak, nem véletlen, hogy ilyenkor nagyon sok baleset is van, mert az ember úgy vezet, hogy csak na. Tehát nem biztos, hogy ilyenkor kell nagyon sokat olvasni, illetve arra gondolok, vagy azt szeretném ezzel itt kibontani, hogyha a mondatot tudom magamban helyre tenni, hogy nem biztos, hogy ilyenkor kell például veretes regényekbe belekezdeni, vagy elolvasni. Nem marad meg. Ugye annyi inger éri ilyenkor az embert, hogy nem véletlen, hogy a régen és a nagy veretes, nem tudom, Tolstoyok, a Dostoyevsky köteteket nem nyárra adták ki, hanem ősz végén. Télen, amikor nyugi van, csend van, akkor ezt át tudod élni, és meg is marad. Nyáron, ha te belekezdesz egy nem tudom, mély történetbe, vagy akár ebbe a Michael Cunninghambe, az nem maradott, és ki is megy. Ilyenkor valóban van ez a kifejezés, hogy strandkönyveket kell olvasni. Könnyed, nem kell rajta hosszan gondolkodni. Itt bement, ott kijön, semmi baj nincs, tessék krimiket olvasni, vagy ilyen kis könnyű romantikusokat. És ami nagyon fontos, hogy nyáron tessék saját élményeket gyűjteni. Mozduljunk ki ilyenkor, mocorogjunk. Az is élmény, amikor te elolvasod a Forsyth szágát, vagy a Anna Kareninát, na de az nem a te élményed, azt egy író megírta. Tehát, hogy menj ki,
emberek közé, találkozz a barátaiddal. Ha nincs párkapcsolatod, akkor ismerkedj, ha van párkapcsolatod, akkor vele mocorogj, ha gyereked van, kiskorú gyereket, használd ki, hogy nyári szület van, tudom, az agyadra megy, meg hogy lehet ezt munka mellett, de hogy tessék annak a gyereknek is élményeket gyűjteni. És nem kell ilyenkor kétségbe esni, hogy nem tudok annyit olvasni. Nem baj, nincs ezzel semmi baj, az olvasás nem kötelező. Olvasni akkor kell, hogyha ki akarod rántani magad a nyomasztó valóságból, vagy akkor, amikor föl akarsz töltődni, vagy tanulni akarsz valamit, vagy szórakozni akarsz egy könyvön. És akkor mi van, ha most ebben a hónapban csak, nem tudom, kettőt olvastál, vagy egyet sem? Semmi, senki nem üthet a kezedre, ettől te ugyanolyan intelligens tudsz maradni, mint eddig, nem jelent semmit az, hogy kevesebbet olvasol. Úgyhogy ez az olvasási válság, ez szerintem embere válogatja, meg hangulata válogatja, meg nem kell ilyenkor vergődni, hogy most mennyit olvasunk, mennyit nem. Én is azért tűntem el, mert nyár van. Egyrészt olyan minőségű munkáim voltak, ami azért kicsit megterhelt, emellett már nem volt nekem hangulatom itt leülni és észt osztani, meg olyan könyveket olvasni, amiről egy hosszan kell beszélni. Meg én is most találkozgatok a barátaimmal, olyanokkal, akikkel máskor nem lehet, most ki lehet ülni nyáron egy teraszra, egy nem tudom, lehet jönni, menni, sétálni, kirándulni, tessék ezt csinálni. És nem is nagyon vásároltam olyasmit, amit így bemutatnék nektek, most majd érkezik, hiszen az antikvárium.hu oldalon volt egy elképesztő akció, amúgy is leértékeltek nagyon sok könyvet, és akkor még ott lehetett ezzel a hőmérővel még játszani, és tényleg ilyen 100 forintokért olyan könyvekhez lehetett hozzájutni, ami egyébként 2000 lenne. Na most abból majd érkezik egy adag, már megérkezett, csak hát ez is rám jellemző, megjött az e-mail, hogy mehetek érte, gyorsan azonnal elmegyek, majd kiderül, hogy az átvevő helyen éppen áramszünet van, tehát zárva a bolt. Úgyhogy ezt majd csak holnap tudom átvenni. És ne felejtsük el, hogy hétvégén nyír egy háza. Itt többen jeleztek már nekem, hogy jönnének. Akik, és akkor ez a közérdekű üzenet, akik Pestről szeretnének velünk utazni Nyíregyházára, azok kérem, hogy kedd estig, vagy az Instagramon, vagy itt is megtalálod mi ez a biográfiában az e-mail címemet jelez nekem, mert csütörtökön pénteken korán reggel indulunk, ne ott kelljen a jegyekkel vacakolni, maszatolni, helyi jegyes a vonat. És pont ezért én szerdán összeszedett infókkal, tehát hogyha keddig jelzel nekem, hogy szeretnél jönni, megírod, hogy te egész áru, teljes áru, vagy fél áru, vagy nem tudom, mi jegyet szeretnél, akkor én ezeket szerdán megvásárolom, csütörtökön nem lesz rá időm, akkor már ne írjál. És akkor nem kell majd ott reggel nekünk azzal vergődni, hogy most hova szól a jegy, sora áll a pénztárnál, bla bla bla, hosszú az út, 3 óra meg egy kicsi, hosszú az út, ott is hosszan bolyongunk majd, és ugyanezt még vissza is. Próbáljuk meg ezt egy nyugodt utazással indítani, tehát ne az legyen, hogy nekem ott reggel még vergődünk azon, hogy az ő jegye nem odaszól, és akkor egy másik kupéban kell ülnie, vagy nem tudom. Ha szeretnél jönni, akkor jelezd, és én előre megveszem a jegyeket. Aki pedig ott csatlakozik hozzánk, az is írjon, mert megírom majd, hogy mikor érkezik a vonat Nyíregyházára, és akkor ott hol tudunk találkozni és cimborálkodni. Na, ilyen infókat szerettem volna így vasárnap eljuttatni hozzátok. Hát köszönöm, hogy itt voltál most is. Ami a mai kérdésem, hogy te hogy éled meg ezt a nyári olvasási válságot. Érzed-e azt, hogy mások lettek az olvasási szokásaid, mint mondjuk télen? Milyen hatással van rád a kánikula? Vagy egyáltalán, hogy mit olvasol, hogyha ha már idősebb vagy, akkor észrevetted-e azt az évek során, hogy változik a nyári olvasási szokásod és igényed? Szóval ilyesmire vagyok én kíváncsi most tőletek. És az egésznek a lényege, mozduljatok ki, használjátok ki, hogy nyár van,
akkor is, ha nagyon nyár van, akkor este kell jönni menni, gyűjtsetek élményeket, élményeket, saját élményeket, amiket majd lehet továbbadni, és amikből lehet táplálkozni. És esetleg, ha van írói vénád, amit esetleg majd meg tudod írni. Na jó, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Találkozunk hamarosan, ha megérkezik a antikváriumos csomag, akkor mutatok belőle egyet, kettőt, ami publikus. Addig bírd ki egy kicsit. Szia!